március 15-én Budapesten a Kossuth téren Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonásakor a Nemzeti Lovas Díszegység alakzatában mutatkozik be a Honvéd Huszár Díszalegység. A feladatra már most minden nap készül a díszalegység előkészítő törzse. Szeptember 9-i szakmai napjukon mutatták be az eddigi gyakorlatok eredményét. Objektum bemutatást láthattunk, lovak idomítását kézen, illetve nyereg alatt, illetve hát a veszélyhelyzetekhez való szoktatását figyelhettük meg karddal, karikás ostorral. Gyakorlatilag az egész nap rendezvény csúcspontja az volt, amikor ezek a kettő hónapja még a ménesben lévő lovaink nyereg alatt csodálatos munkát végeztek. A szakmai napon Dallos Gyula, a lovaságazat miniszteri biztosa is részt vett. Elmondta, az Agrárminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közös elképzelése teljesült, amihez az őshonos lipicai lófajtát az Agrártárca biztosítja, a kitűnő lovasokat pedig a Honvédelmi Minisztérium. Tudnélik, a ló által őseink tudását tudjuk a legkönnyebben átörökíteni a mába, és egy reményteljes jövőképet kialakítani. A kormánynak szándéka azokat az értékeinket megtartani, fejleszteni, és a 21. századba is megmutatni, amire a magyar ember, a magyar lóval szolgálatot teljesítő testületek, úgy mint a honvédség és a rendőrség nagyon fontos a jelen és a jövő számára.